Akkor kezdjük is el a pálya bejárást. Rajtól alig 100-150 méterre egy balkanyar, és akkor ez az út bevisz az erdő közé. Ezen fogunk most tovább szaladni. méter után el is értük az erdőnek a szélét, de még mindig ugyanazon az úton szaladunk tovább. Még mindig ugyanazon az úton futunk, de már nem csak az erdő mellett, mert jobb oldalról, bal oldalról is már itt van a Réti nyír. Ez 1 kilométernél fog történni. 1,6 kilométernél az út az ketté válik, erre figyeljetek, megy balra, megy jobbra, balra, az erdő mellett kell szaladjatok. Az út itt ismét ketté válik, viszont most nem az erdő mellett kell szaladni, hanem jobbra kell tartani. Át a tisztáson. És itt nem mész előre balra, hanem éles kanyar, vissza balra. 4,2 kilométernél visszaérünk újból az erdő mellé. Itt nem balra kell menni, hanem most jobbra be az erdő közé, az árnyékba. Előre mentek, hanem ezen az úton balra. Itt is van egy kék jelzés. Itt még egy. Itt is egy. Még mindig a kék jelzés követve. És itt a nyír mutatja, hogy merre tovább, még mindig kék jelzés. Itt van az utolsó kék jelzés, azért utolsó, mert itt nem előre kell menni, hanem egy enyhe balos, és hogyha pár métert még szaladtok, akkor innen már látszódni fog a cél. Hát köszönöm, egészen jól esett.